Szabó Gergőt kérdezném, Temesváron az idei második román bajnoki futamról, hogy milyenek a pályák, milyen esélyekkel vágtak neki a versenynek. Kicsit változott csak a tavaly óta a helyzet itt Temesváron, egy pár utat felújítottak, aminek a minősége jobb lett. Szinte már ismerjük a pályákat, a tréning rendbe ment. Én vagyok egy kicsit rosszabbul, elkaptam ezt az influenzát, elég beteg vagyok. Úgyhogy oda kell figyelnünk, de azt mondhatom, hogy minden rendben van. És az autó? Autó jól működik, kicseréltük ugye a váltó, problémánk volt az utolsó versenyen, azt rendbe raktunk, jól sikerült a futóművet is beállítani, tehát minden rendben van a Ségdánon, szerintem nyertünk is, egy elég jó időt tudtunk menni, úgyhogy izgatottan várjuk el a rajtot, ami 2 óra múlva lesz. Jó, és még egy kérdés, hogy az időjárás az milyen várható a versenyre? Hát ma én úgy látom itt a környéken, hogy talán nem futunk bele az esőbe, úgyhogy holnapra mindenki esőt mond, a meteorológusok is, úgyhogy hát mindenkinek esni fog. Föl vagyunk készülve akár az esőre is, akkor majd egy kicsit változtatunk az autó futóművén, de van setupunk az esőre is. Rendben, sok sikert, és akkor beszámolunk a következő szervizben. Köszönöm, sziasztok!